Itt a Pécsi József Attila utcában akadt dolga a katasztrófavédőknek csütörtök délelőtt. Gázömlés miatt riasztották őket. Egy családi ház gázkonvektorának kivezető nyílásából gázömlik az utcára. A pécsi hivatásos tűzoltók, illetve a Baranya megyei katasztrófavédelmi szolgálat méréseket végzett az utcán, az elzárta a gyalogos forgalom elől. A házba jutva újabb méréseket végeztek, megállapították, hogy a gázszivárgások egy elromlott gázkonvektor volt. Ezt a fotót készítették a helyszínen a tűzoltók. Ez pedig már egy másik helyszín, a Pécsi Munkád út környéke a Mecsek oldalon. Itt egy túrázó zuhant le 15 méter magasból, erről szólt a hír. A mentőszolgálat, illetve a rendőrség kérte a tűzoltók segítségét egy 15 métert zuhant személy mentésében. A pécsi hivatásos tűzoltóknak alpintechnikai, kötéltechnikai eszközeik is vannak, így a sérültet úgynevezett mentőbort segítségével mentették, és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Ezt a képet készítették az eset helyszínén. A balesetet szenvedett középkorú férfi, mint kiderült, nem szabad esésben zuhant 15 métert, hanem inkább lecsúszott, lebukfencezett egy ilyen omladékos hegyoldalon. Ő maga értesítette mobilján a mentőket, hogy baj érte. Információink szerint súlyos sérüléseket szenvedett.